kell. Azok egy nagyon kemény küzdelem center poszton, de egyedülre nem fújnak labda nélkül kiállítást a játékvezetők, sem kontrafaltot. Megvan az első gól. Helyére érkező Rodolocki Tamás, és emberelőnybe kerül a DVS-e a másik oldalon. Na, most már csak jó lenne betalálni. Eltelt 4,5 perc ebből a negyedből, illetve a meccsből, és még mindig nincs meg az első debreceni gól. Amint dadog egy kicsit a labda, ez viszont már rendszében. Egyelőre viszonylag kevés látványos megoldás, főleg a kapusok, vagy hát inkább Kósik Soma az, aki a tapsra tűztek ki célul, és eddig jól haladnak ezen céljuk felé, nem csak erre a meccsre gondolok, hanem tényleg az eddigi szezonban mutatott teljesítményük. Az újabb gól lejjön felérni, cserélni is, kettőt ráadásul. Jött vissza Kardos, illetve bent van 8-assal a Horváth Zsombor is. Most kapja korlát a labdát. A bejátszása megtalálja a csapattársat, és ez is gól. Ezt a három gólos előnyt megőrzi a szünetig. A nagy szünetig. Egy újabb lövés, egy újabb gól. Zárta az iménti eddig támadást. Török. Korbán. Megnézi. Ellövés, becsúszik. Fülöp húzódik vissza. Megint Tóth. Messziről gól. Nem is annyira. Ugye így azért nem is volt váratlan. Viszont nyilván számított rá, számíthatott rá Gyapjas, hogy lövés lesz. Hogy hova jön, az, az nem egy kérdés volt. De jól talált el az irányt a Fradi Kölcsön kapusa. Ez is beakad. A debreceni közönség próbálja egy picit presszionálni, feszültetve a Tóthot, aki azonban, hogyha hát a lévő összes támadásából volt lő a DVS-e, ezt a meccset már akkor sem fogja tudni megnyerni. Macsi Martin. Macsi Patrik most kapja bátyjától, még egyel tovább, török gól. Jöhet még egy lövés, nem túl távolról, tökéletes.